Gyárfás Tamás szerint Hosszú Katinka a magyar úszósport zászlós hajója, akinek az egyetlen gondja az, hogy túl sok mindenben jó. A szövetség első embere úgy véli, az orosz rendezők magasra tették a mércét, ezért 2 év múlva Budapestnek egyedi dolgokkal kell készülnie. Hozzátette, a 2017-es VB rendezés egész Magyarország megmérettetése lesz. Gyárfás Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Elhangzott az öntől, hogy nagyon magasra tették az orosz rendezők a mércét a 2 év múlva nálunk rendezendő világbajnokság szempontjából. Már milyen tekintetben? Tehát mi az, ami most ennél lejjebb, mi nem adhatjuk? Mire gondolt? Hát mondjam azt mondani, hogy miben nem. Bármiben. Mindenben? Hát sajnos igen, vagy sajnos, hát én élveztem ezt, csak most ugye kettős tudattal ült ott az ember a lelátón, vagy vett részt bármi nemű rendezvényen. Egyrészt úgy, hogy örült, hogy elkényeztették, másrészt pedig eszébe jutott, hogy ezt nekik kell legközelebb. De itt most kimondottan a szervezésre gondol, a csillogásra, a villogásra, minden flottul ment, hát és ennek anyagi vonzataira? Igen. Tehát így pörögtek a dollárjelek, hogy úristen, mibe fog ez nekünk kerülni? Hát hosszú lenne, amit mindent elmondok, de kezdjük az úszodákkal. Tehát van egy 50 méteres úszoda, 2 medencével, és van mellette egy műugrótorony, itt ott odajött a műugrás. Mellette épített, ez az állandó, ez stabil. Ilyet álmodunk mi, hogyha majd elkészül, ami most dolgoznak, és szerintem még szebb is lesz. De ez nekik megvan. Emellett építettek mellé durván 80 méterre egy vízilabda úszodát, ami nekünk ott van a Hajós Alfréd, vagy a Szigeten, kicsit messzebb, de közel. És emellett ott volt durván 300-400 méterre a stadion, a futballpálya, ahol építettek egy temporary, tehát egy ilyen ideiglenes úszodát, 2 medencével befették, hogy számokat is mondjak, az 15 millió dollár volt csak annak a befedése, plusz az egyebek. Tehát durván kb. Felé annyiból hozták ki azt a stadionból csináltak úszodát, mind amiben majd a mi teljes úszodán kerül, de az megmarad, ez meg hogy 30 napon lebontják, mert még van ott Masters verseny. Abban is van ráció, tehát az ilyen lebontható, átalakítható sportlétesítményekben. Most jelenesen Isten őrizni, hogy 85 éve épült a Hajós Alfréd úszoda a Margit-szigeten, 85 éve, mert a Komjádi az ugyancsak 40, de nem ilyen léptékű, mert a szigeti az maga a csoda, csak ugye nyitott, és hát merem azt mondani, hogy a úszók, a vízilabda, még ha most meg is botlottak, azért csodálatosak. Tehát a magyar sport egyik égköve, ez a vízes sportágak, azok ott készülnek. Tehát hiszem azt, vagy vallom, hogy szükség van egy hosszú távú biztos háttérre, és azt is nyíltan elmondom, hogy én a világban is azért ösztönöztem, hogy legyen úszoda. Tehát nekem fontosabb az úszoda, mint a VB, nagyon komoly a VB, de az úszoda az örök. A VB az meg 16 napos, még ha lesz utána ez a szenior verseny is. A kettő azért nagyon szorosan összefügg. Persze, de nem lenne úszoda, nem lenne VB, szerintem legalábbis ilyen léptékű. Sanszos. Ne beszéljünk. Sanszos. Igen, de itt bármiről szabad beszélni. A költségek... Úgy értem, hogy már túl vagyunk rá, de ne vagy itt a most. Költségekben önnek mennyibe leszólása van? Tehát azért már kapott hideget, meleget, hogy fú, hát alig aludtunk 3-at, és már is megduplázódott, triplázódott a költségvetése a mi VB-nknek. Nem akarok okvetlenül előbb beszélni, mert sokkal szebb dolgokról is tudunk beszélni a kazányi győzelmek után, de azért egy gondolatmenet erejéig térjünk a költségekre is rá. Tehát azt ön látja, vagy önnel közlik, hogy ez ekkora lesz, és ennyiből építjük? Tehát ebbe nem csak az én ismerő szólásom, mert ez kormányzati szint, hanem nem is akarom, hogy legyen. Tehát én Kósa Lajos ugye a elnök, én társelnökként ott ügyködöm, és megosztottuk a feladatokat, tehát a szervezés, a rendezés, a csapatépítés, a nemzetközi feladatok az az én asztalom, ami pénzügy az az övé, és én ezt hatottan kértem. Tehát Isten őriz, hogy én ott 1 forintra el kelljen számolnom, tehát semmi nemű pénzhez nem akarok nyúlni, és nem is foglalkozom vele. Na, beszéljünk a minden idők legsikeresebb érem sorozatáról. Tudom, hogy igazából ezt azok tudják, akik az élsporttal foglalkoznak, és a nem élsporttal foglalkozók számára meg talán leegyszerűsödik a kérdés arra, hogy most X versenyzőnk remek formában volt, Y meg hát csak bronzérmes lett, 100 másodpercekről beszélünk, tehát hogy az a bronz nem csak gyönyörűen fénylik, ott valami egészen minimális dolgon múlik, egy 100 másodpercen múlik az, hogy ki hányadik lesz aztán a dobogó, vagy melyik
részére állhat a dobogóra. Összességében a verseny és az érvet szerzett, meg a nem érvet szerzett versenyzőinkkel kapcsolatban, hogy látja, hogy hogy tudja értékelni, hogy mind múlott az, hogy ki teljesített ilyen zseniálisan, ki teljesített a várthoz képest kicsit rosszabbul? Tehát erre Kis László a szakember. Mindig elhárítom előbb Kúrsa Lajos, most Kis László a szakember. Igen. Hívunk mindig mást. Igen. Tehát ő a szakember, de hát ennyi idő alatt azért ragad az emberre valami. Tehát ugye 10 érem született a nyíltvízi versenyre együtt, 9 úszás és plusz a nyíltvízi olasz Anna jó voltából. 5 volt legutóbb a úszás viszonylatában, Barcelonában, tehát most megdupláztuk, 3-1-1. És ellentétben, amit tetszett mondani, én azt az 500-at sajnálom, azt a nagyon picit, mert ugye Gyurta Dani, én kimondom, nekem bánat, fájdalom, még ha tudom, hogy tisztességek készült, mindent megtett, de 3-szor győzött egymás után, mindig ilyen picivel, és ezek a picik, ez nagyok az úszásban, szóval ami ennyi, az eldölti, hogy valaki világklasszis-e ünnepelte, vagy hullog a végén. Gondoljon bele, hogy mi földi halandók ennyi, ez alatt, amit itt tantamot leütött, tehát ez alatt a 100 másodperc alatt még odáig se jutunk el, hogy fölhúzzuk az úszósapkát a fejünkre. Csillacinak például a harmadik helyezése ennyi múlott, mert volt versenyben lett harmadik, tehát ha ennyi a kezdő közti különbség, akkor most itt nem ünnepelnék úgy, mint a legnagyobbat, hiszen például, hogy valaki 200-an aranyérmes, 100-on ezüst, 50-en bronz, tehát hogy 3 pillangó számban remekel, igen, ez ilyen sport, és azért ünnepeljük Hosszú Katinkát, mert ugye úgy úszott világcsúcsot, hogy tényleg, ezt úgy mondjuk, hogy fényévekre voltak, 3-4 méterrel előztem a másikat, ez egy egyedi. Az már nem egy tamtam volt. Igen. Hosszú Katinka egyébként egy robot, tehát hogy lehet 7 számban indulni, és hogy lehet mindent úgy végigúszni, mintha csak az lenne, tehát hogy valami eszméletlen, hogy ennek a lánynak mekkora ereje van. És ha tetszik tudni azt, hogy most tovább ment Moszkvába, mert igen, indul a világkupa. Én tegnap itt láttam, hogy aztán kiderült, hogy már ment tovább dolgozni. Igen. Majd elmegy Párizs elővárosába, ott lesz a következő világkupa esemény, és várja a következő fordulót. Itt ugye ez mindig nagy kérdés, hogy ugye 2 aranyat nyert, és akkor ott van az idézőjel, hogy csak, mert lehet, hogy ha csak 3-ba indul, akkor megnyeri a 3. számát is, vagy ha csak 4-be, akkor lehet, hogy 4-et, tehát ő 7-et akar. És ugye Michael Phelps után, hát lehet azt mondani, hogy ő a női Michael Phelps, tehát képes rá, mert és tavaly volt az év úszója, tehát szerintem ő mindenre csodás képes. Robot. Az egy csodás robot. Na, akkor beszéljünk a 2017-ről, és Boldogról, akit látom, hogy készül, de van társa is. Igen, tehát igen. Kivel kezdjem az ottanival, Kazanyival, ez a szépséges, őt nem bántották, ő egy neki is van egy arca, igen. Igen, farka is van, amit akar. De ez micsoda, hiéna, vagy ki ő? Hát talált ki. Kutya, macska, igen. Hiéna is egy macska gyereke. Igen. De beszéljünk a miénkről. És itt a miénk, azt is érdemes. Ez tényleg annyira ronda? Hát most így, igen. Miért? Tessék, ajándék. Igen? Meg lehet szeretni, igen. Képzelj, hogy a Hosszú Katinka ezt kapja. Nem, ő most ezt kapta, azóta imádja. De mi Hosszú Katinka annyi van már, de ott mi kivittünk néhány darabot, én hoztam is képet, tessék, itt van a orosz miniszterelnök, ugye? Medvegyevnek is tetszett? Igen, tetszett, és a Minihanovnak is, mi több, kért még 2-t, mert vannak unokák. Kérek még 2-t. De azért mutatunk más képet is Boldogról, tehát most így egyébként megmondom, hogy hát annyira nem rémisztő. Torzítani lehet? Annyira nem. Na de ezt láttuk a bemutatón, ez mi? Hát ez nem az én felvételem, meg itt az eredeti. Oké, de ez is eredeti. Hát ez most egy ilyen trány disznó, hát ez nem ott volt. Hát ez hol készült? Hát ez tudom én. Hát ez is hivatalos, hát ez ki csinálta? Hát ez is a hivatalos. Hát a fotós kérdi? Nem a fotóminőségéről. Van. Nem a fotóminőségéről beszélek, hát ez is a hivatalos Boldog, ha így hívják őt hivatalosan. Nem, ez az. Itt most viszonylag még valahogy mutatom. Ez a valami, van a kezébe is. Értem, de az a ember méretű szörnyű. Ezt én csináltam. Miért ezt ön csináltad? Nem, hát ugyanaz, ugye egy kínálat készült, tehát nincs két hát fajta. Hát az a nagy is. De nincs egy ronda Boldog, a bátyja. De az nagyon ronda. Na jó, de az lehet, hogy a bátyja, hát mit tudom én, azt mi nem használjuk, azt valaki hozta egy rokon. Mi az, hogy valaki hozta? Hát ez hát is az USZA szövetség által gondolom jóvá hagyott és legyártatott. Én nem fogasztam az életbe, hát.
nem fotózott, hogy legyártatott valami. Nem tudom, kivel gyártották, honnan van, ez az igazi. Hát de az ön tudta nélkül, az ön tudta nélkül ilyen szörnyűs. Akarod, hogy egy Photoshop-al magára egy képet? Hát emberben csináljon is nem rólam magára. Egy Photoshop-al egy képet, tehát belőle most is lehet boldog. Olyan ellen, ami nem a, én ezt nem ismerem, ez a boldog. Hát de nem egy izé troll boldog. De most a képen nem, a képen azon, tehát van egy szörnyület, ami már bejárta a világ sajtót, ezzel viszont tehát tényleg gyerekeket lehet riogatni ezzel a nagyjal. Én nem láttam a sajtót, én csak olvastam róla. És ezt a nagy szörnyűséget ön sose látta még élőben? Nem. Tehát ezt nem az úszószövetség, vagy a nem tudom, kicsoda rendelte, csináltatta? Nem, ezt csináltatta. Ő. És miért ragaszkodnak ennyire? Vagy ő de hogy ragaszkodom? Puli? Tessék? Ő puli, vagy ő mi, vagy ő komoda? Hát akkor hat, semmi, hát ez micsoda, hát előbb tetszett itt találgatni. Hát hiúz, vagy nem? Hát tudom. Akkor hiúz, hát akkor ez legyen béka, hát mit tudom én. Tehát ez nem puli a haja, ha úgy tetszik, igen? De tehát most kígyót békát mondanak rá, de én azt mondtam, hogy én nem ragaszkodom ehhez, legyen kígyó vagy béka, de legyen vízisikló. De most ezt a nagyot ön nem látta sosem? A nagyot ezt láttam. Hát ezt is láttam. Ez nem ugyanaz. Ez is olyan ronda? Nem ronda. Hát nem, ez egy ember, aki fölvette egy maszkot. Ja, azt hitte, hogy ez egy kész plüss állat? De ez nem. Ön szerint nem ronda? Ezzel mutogatni, hogy ez a kabala figuránk? Nem, hát ezt most bárkinek a fejére rátesszük ennek a mímelt változatát. Hát ez az miért engedte ön, hogy bárki ilyen szörnyűséges kabala, nem tudom, micsoda állarcot csináljon a kabala figurával. Tehát látod az E.T. című filmet? Igen. Az rémisztő, amikor meglátom először. Először meglátom, de ez nem az E.T. De ez rondán. Tehát ez is lehet siker később. Tehát akarja, akkor Barbie-ból lesz a kabalán. De most miért mondta az előbb, hogy nem látta? Hát látta. Ezt láttam, az előbbit nem láttam. Hát az ugyanez volt. Hát nézzük meg még egyszer. Hát van. Mit nézünk, az hát ugyanez volt. Az egy kopott, niszlett, avit kép volt, ez pedig... Ugyanaz a rus, bocsánat, tehát az nem túl esztétikus. Ez egy személy lehet ezek szerint. Ne. Akkor rá magára vette ezt a... De a jelmez ugyanaz. A jelmezt, és lehet, hogy azon jobban állt. De hát ugyanaz akkor, a jelmez. Akkor megtépesem a ruhámat most, szégyelem magam. Ez ronda. Ronda. Jó, de akkor ne engedje. Barbie legyen? Nem. Mit akar? Ezt ne. Kérünk egy pályázatot. Megegyeztem? Miért ez nem pályázat volt? Ez nem pályázat volt. Ez most, ki csinálta? Tehát 21-ben rendeztük volna a világbajnokságot. Na de ez ki? Valaki összecsapott egy ilyen szörnyű jelmezt? Ki csinálta? Az alkotót ismeri? Ismerem. Hálás vagyok. Ingyen csinálta, barátságból, gyorsan. Ellensége? Nem az ellensége. Jó. Most ha mérem az időt, azt hiszem hosszú Katinkáról volt három mondatunk, rondáról nevezzük mostantól így, akkor boldog helyet. Mert ez a szerencsétlen. Hosszú Katinka nekünk örömet szerzett, és világ hírnevet szerez folyamatosan, de a világnak mutogatjuk ezt a rondát. Hát. Ő egy fokkal jobb a kis tesó. Köszönöm, hazavissza. De tudtam, megkérje a másikat is. Igen. Tehát a zárásként, hogyha ez a slussz, hogy hazaviszi, hogy úgy utálja, hogy azért boldogan, de is van... Ó, azt a csúnyát haza nem vinném, hát nekem gyerekeim hát az ember, vannak. Az egy ember rátett a fejére egy maszkot. A maszk csúnya, nem viszem haza, gyerekeim csúnya vannak, nemrég zsákos emberrel sem riogattam őket sosem. De ha azt kívánja, hogy más igen. legyen, akkor más lesz, tehát nem ragaszkod. Még lehet az rajta boldogon hát, változtatni? Délután, hát, amikor ilyen ötlete van, és csinálunk egy másodat, és az lesz. Tehát itt nem kitalálok egyet. A 100 méteres gyorsúszás az fix. A 400 is, meg a 800, meg az 1005, a boldog ahhoz nem ragaszkodik. Tehát rajta még lehet változtatni, vagy hát ő rajta mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.